Val azért mégiscsak más, hogyha ugye magyar zászló van azon az adatterméken. Jó, hát nálunk ugye a bivaj, a mangalica, a birkahúsok, ezek ugye mind Magyarországról származnak, meg egy ilyen kis piktogrammal próbáltuk így érzékeltetni, ez a mangalica is egy kis jó pofa, nem? A vadonatúj táblácskákat mutatja stábunknak a vásárcsarnok egyik húsüzletének tulajdonosa. Széles Zoltán nem csak zászlókat, de feliratot is tett ki a sertéshúsokra a pultban. Ebben az üzletben felkészülten várták a mostantól érvénybe lépett új rendelkezést, ami a magyar sertés fogyasztását ösztönözné. Mi elég régóta csináljuk, illetve előírás is ez a nyomon követhető rendszer. Ugye mostantól, ami életbe lépett, az kötelezővé tette a pultba lévő nyers húsoknál is, hogy a származását feltüntessük. Igazából ez nem okozott kihívást számunkra, mi idáig is így dolgoztunk, most még nagyobb hangsúlyt tettünk erre. A széles hús életében nem ez az egyetlen változás, hiszen még tavaly megújult és kibővült az üzletük az új vásárcsarnok első emeletén. A tulajdonos elégedett az eddigi forgalommal, és szeretné meghálálni a vásárlók bizalmát. Nagyon elégedettek vagyunk a tavalyi évvel, illetve a karácsonnyal. Ilyenkor ugye mindig megnövekszik a forgalom, főleg a sertéshúsok iránt. Hál' Istennek egy gyönyörű, megújult üzlettel várhattuk a kedves vásárlókat itt a vásárcsarnokban. Úgyhogy a tavalyi évben nagy változások voltak nálunk, és azt gondolom, hogy pozitív élményekkel zártuk az évet mindenképpen. Az idei év is meglepően erősen indult mind a csarnokban, mind pedig a széles húsnál. Egyre többen keresik a minőségi, lehetőleg magyar termékeket, ez pedig kedvez a vállalkozásnak. A 2020-as évnek is nagy reményekkel vágunk, illetve vágtunk neki. Azt gondolom, hogy hál' Istennek a minőségi termékek iránt egyre nő a kereslet, és mi ezen a piacon mozgunk, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobbat adjuk a vásárlóknak. A széles húsnál tehát már táblácskák jelzik a sertéshús származási és feldolgozási helyét, de mostantól a szupermarketekben is sok kis színes zászlóval találkozhatnak a vásárlók. Ha a magyar húst vesznek, könnyű dolguk lesz, de ha nem, érdemes utána nézni, hogy melyik nemzetnek pontosan milyen is a lobogója.